ez egy komplex összetett étel lesz. Gyakorlatilag egy szarvastokány fog készülni, egy vargányagombás, rókagombás, tejfeles szarvastokány, amiben pedig bele fog kerülni egy kis vaddisznó gombóc, különböző fűszerekkel ízesítve, egy kis levendulával, pici medvehagymával. Köretként pedig egy medvehagymás galuska lesz hozzá. Hála Istennek, szerencsémnek tartom, hogy nem első alkalommal veszek részt ezen az expo főzésen. Mindig nagy várakozás előzi meg, és minden évben próbál az ember egy kicsit többet adni, egy kicsit jobban megismertetni a nagy közönséggel a vadételeket. Sajnos azért az országban még az a tapasztalat, minél kevesebbet, tehát nagyon sokan keveset használjuk a vatus, de most már azért egy kicsit ívelő tendenciát mutat. Ezek az ilyen rendezvények szerintem nagyban segítik azt, hogy jobban megismerje a közönség, és ne csak a standard pörkölt legyen, hanem tudják azt, hogy egy rántott húst is nagyon jól el lehet készíteni egy vadból, egy bolonyai spagettit, tehát a gyerekek étkeztetésébe is tök jól be lehet vinni a vadhúst. Úgyhogy igazából nagy a várakozás, bízunk benne, hogy egy kis újdonságot tudunk adni megint a nagy közönségnek és a zsűrinek.